Vadnai még estében bele tud érni, de végül is a győriek lódulhatnak meg. Nincs szó lesről, Priskin lép ki, kicsit kiszorít az helyzet, de óriási gólt lő! Azt a mindenit! Nagyszerű volt a kiszolgálás is, de ahogy befejezte Priskin ezt a támadást, a hetedik gólja a bajnokságban, azt tanítani való. Nehéz szögből, talán, majd nézzük meg a lassítást, a kapufa mellé vágja be a hosszú oldalon. Itt van a passz, nincs szó lesről, tehát bent középen beragadtak az MTK-sok. Nagyszerűen találja el Hegedűs Lajos keze fölött, ellövi a hosszú oldalra. Ezt nem mondom, hogy védhetetlenül, de váratlanul pontosan. Egyenlít a Győr.